Sziasztok, üdvözlök mindenkit a legújabb videómban, én Milán vagyok. A mai videó arról fog szólni, hogy milyen szociális média nélkül. Észrevettem, hogy én is rá vagyok teljesen kattanva ezekre a dolgokra, hogy Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Mióta ezek a platformok vannak, azóta nem csináltam egyáltalán úgymond 100%-os szociális detoxot, szóval minden egyes nap használom ezeket a dolgokat, de tényleg minden egyes nap. Az én YouTube karrieremben volt olyan, hogy egy hosszabb ideig nem csináltam videókat, ez ugyebár azért volt, mert nagyon sok negatív ember körülvette az én csatornámat egy bizonyos ember miatt, és annyira húzta a kedvemet, hogy nem szerettem volna videózni, viszont azon kívül nem voltam platformokon, például ugyanúgy nézegettem az Instagramomat, hogyha nem is posztoltam, de volt mikor posztoltam, ugyanúgy a TikTokot, stb. És folyamatosan használom például a WhatsAppot, ott kommunikálok minden egyes ismerősömmel és Messengeren. Pár nappal ezelőtt, október 4-én, 17:30 és 23:30 között nem működött az internet, de legnagyobb platformjai. Írjátok le nekem légy szíves kommentárba, hogy ti mit csináltatok ez idő alatt. Én éppen egyébként dolgoztam, és ott fogalmazódott meg bennem, hogy erről a dologról videót kell csinálnom mindenféleképpen. Én éppen a munkahelyemen voltam, és mindig, hogyha időm engedi, akkor én is szóltam feleségemnek WhatsAppon, és a legjobb haveromnak, barátomnak Messengeren. Ugyebár volt időm pont ebbe az időszakba, munkába, és én akartam a feleségemnek, hogy minden rendben van itthon, és egyszerűen csak töltött folyamatosan. És gondolkoztam, hogy most miért csinálhatja ezt, utána megpróbáltam Messengeren is írni neki, ott se tudtam, mert ott is folyamatosan töltött. És utána írtam neki SMS-t, nem tudom mióta nem használtam SMS-t, de akinek iPhone-ja van, azt tudja, hogy ott nem SMS, hanem iMessage a két iPhone között, és most jöttem egyébként rá, hogy ez mennyire cool, szerintem sokkal jobb, mint a WhatsApp, meg Messenger, vagy e-mail, és közben odajött az egyik munkatársam, és kérdezi tőlem, hogy nekem működik-e az Instagram, a Facebook, stb., mivel ő ezzel pénzt keres, és neki fontos volt ez a kérdés, hogy csak neki nem működik a telefonján, vagy nekem se egyáltalán. Utána odajött munkatársam kettő, és ő is beszállt ebbe a beszélgetésbe, és mondja, hogy nektek egyáltalán miért van ilyen platformotok, mivel ott csak negatív emberek vannak, és egyszerűen a igazi szociális életedet tönkreteheti az, hogy te ilyen platformokon fent vagy, és ebben olyan szinten igaza van, hogy annyira elgondolkoztam ezen az egészen, hogy én mit is keresek egyébként ezen a platformon fönt, YouTube, meg Instagram, meg ilyenek, és rájöttem, hogy nekem ez a hobbim, én ezt szeretem csinálni, én nem a pénzért csinálom ezt, a videókat se ugyebár, és olyan szinten elmerengtem ebbe az egészbe, hogy ki miért van fent ezen a platformon. Szóval légy szíves, írjátok el nekem kommentárba, hogy ti miért használjátok ezt a platformot, azért, mert mindenki használja, és nem szeretnétek kilógni a sorból, vagy van-e külön célotok a platformjaitokkal. És mikor beszéltem munkatársam kettővel, hogy mennyi rossz ember van fent az interneten, és ebben teljes mértékben az van, elgondolkoztam, hogy a YouTube-on milyen fajta kategóriák vannak, mivel én csak ebből tudok kiindulni, a többi helyen nem hagyom, hogy úgy kommentáljanak nekem az emberek, csak egyedül itt, és akkor jöttem rá, hogy ugyebár három fajta kategória van. A kommentelő, a dislike-oló és a posztoló. Ugyebár van a kommentelő, aki leírja, hogy szar vagy, és utána van egy ilyen kielégült érzése, hogy ő ezt leírta neked, utána megy tovább. Ugyebár van a dislike-oló, hogy alapból oda megy, én ezt biztos, hogy dislike-olni fogom, akármit is mond, úgyhogy nyom egy dislike-ot, tovább görget. Van a posztoló, aki más tartalmát posztolja a saját oldalán azért, hogy az ő barátaival vagy követőivel tudják utálni ezt a személyt közösen, és ki tudják fikázni. Szóval ezeket a három dolgot egyáltalán nem értem. Én nem tudnám saját magamat például egy ilyen kategóriába bele sorolni, hiszen nem írok sehova rossz kommentet, nem dislike-olok azért egy videót, mert nekem nem tetszik. Természetesen azért van a dislike-om, viszont
hogyha nekem nem tetszik, akkor megfogom és tovább görgetek, mert szerintem azért, mert én valahova odaírok valamit, attól az a személy nem fog megváltozni, vagy hogyha én dislike-ot nyomok arra a videóra, attól az a személy nem fog megváltozni, vagy hogyha én kiposztolok valahova egy dolgot, és közösen próbálunk utálni valakit, azzal szerintem csak én leszek rosszabb ember, és az a személy ugyanúgy nem fog megváltozni. Motiválni kell inkább az embereket, mint hogy lehurrogni vagy lehúzni, és ez nagyon most elgondolkoztatott engem, ugyebár, hogy nem volt pár óráig ez a platform, és nem láttam azt, hogy mondjuk azokat az emberek, akiket én követek, hogy most a Maledív-szigeteken vannak, Dubajban nyaralnak, és nem adott nekem egy olyan érzést, hogy én valakihez hasonlítsam magam, mondjuk, hogy mert ő sokkal jobb, mint én is olyan szeretnék lenni, mint ő. Ez valahol, ez a szociális média szerintem egy görbetükör, de nem jó irányba. Szóval inkább elgörbíti a dolgokat, mint hogy azt mutassa meg, ami igazából valójában van. Minden ember egyforma, attól függetlenül, hogy megvannak szerkesztve ezek a képek, sokszor nem az van mögötte, vagy hogyha mondjuk nagyon sok munka van mögötte, akkor is nem látják meg az emberek, mert már annyira el van torzulva ez az egész. Én ajánlom nektek, hogy ti is minimum egyszer a hónapban töltsétek ki a napot, ahol kikapcsoljátok a telefon, számítógép, mindent, semmilyen elektronikai tárgy nincs körülöttetek, kimentek az erdőbe, és egyszerűen csak élvezitek, vagy kimentek tényleg sétálni, vagy bármit csináltok, csak ne nézzétek mindig ezeket a dolgokat, mert egyszerűen annyira el tud titeket is változtatni, hogy nem lesztek megelégedve dolgokkal. De mindenkinek szeretnék egy szép napot kívánni, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, ha nem tetszett, akkor dobjatok rá egy diszlájkot. Itt bármit megcsináltok, annyi, hogy kommenteket, ne írjatok hülyeségeket. Köszönöm, hogy itt voltatok, megnéztetek ezt a videót, találkozunk a következő videóban. Sziasztok, Minán voltam. Arrivederci! Ja, és most még.